Otthonteremtési támogatásokkal és a lakásépítések növekedésével együtt nőhet a kereslet az építőanyagok iránt, főként az idei év második felében. A kereslettel együtt többe kerülhet az építkezés is. Bejelentett sokkal nagyon megnőtt az építőanyag iránti kereslet, ezért a gyártók is mindegyikre reagált rá, hiszen az elmúlt években ők nem emeltek árat. Az első körben az egyik nagy meghatározó téglagyár emelt árat nagyon nagy mértékben, 10-12%-ban. Ennek köszönhetően az ő termékük iránt nagyon megnőtt a kereslet is. Nyilván ez fogja magával vonzani az összes többi gyártó termék áremelését is, de jelen állás szerint ennek tudjuk biztosan a számát. Ez 10-12%. Várhatóan tetőfedő anyagoknál, cserepeknél 3-5% áremelés lesz, és ugyan valószínű ugyanez a mértéke lesz mondjuk egy szigetőanyagoknak. Tarsoly László hozzátette, a csok árfelhajtó hatása várhatóan majd csak az év közben érkezik meg a piacokra. Biztos vagyok benne, hogy ez az első nagy ütem, ami most lezajlódott nálunk az elmúlt hónapban, ez nem csak a csoknak köszönhető volt, hanem azok, akik erre alapoznak, azok még most fognak csak tervet készíteni, majd utána ajánlatot kérni, és utána majd összeszedni magukat arra, hogy építsenek házat. Tehát én azt gondolom, hogy a következő fél évben, vagy következő pár hónapban lesz még erre reakció a magánemberek részéről is. Nagyon félünk attól, hogy bizonyos termékcsoportokból hiánycikk is lesz, tehát nincsenek felkészülve a gyártók erre a nagy tömeges vásárlásra. Van olyan gyár, amelyik a fele kapacitásával dolgozott az elmúlt időkben. Átlagosan 6%-kal nőtt januárban az új lakások ára országszerte, emellett drágultak a telkek és a használt lakások is. A szakértők szerint érdemes az építetőknek mielőbb megvenni a telket, míg az új lakás vásárlásával jobb várni. Vendégünk Sereginé Jánvár Jenikő ingatlan közvetítő, jó estét kívánok! Jó estét. Most hetek óta mindenki erről beszél, főleg az új otthonteremtési támogatás tükrében, mármint hogy arról, hogyan alakul az ingatlan piac a bejelentés után. Mindenhol egyfajta növekedést, egyfajta aktivitást látnak a hitellek piacán is, és az ingatlan vásárlások piacán is. Ez a 6%-os átlag növekedés, ez reális ön szerint, amit itt januárra mondtak a szakértők? Igen, tulajdonképpen igen. Leginkább a társasházi lakásoknál és a téglaépítésű társasházi lakásoknál. A családi házak iránt is megnőtt a kereslet, de azoknak az ára az nagyjából a szinten maradt. Tehát inkább azt mondanám, hogy kevesebb az alku egy-egy családi ház vásárlásnál, de a házatnál a áremelkedés az még annyira nem figyelhető meg. Azért az elemzések és a szakértők mondják azt is, hogy nagy a szórás az ország nyugati részében, Budapesten kimondottan, illetve itt a keleti régióban is. Ön a keleti régióra vetítve, mit mondaná, mennyivel növekedtek mondjuk tavaly januárhoz képest a lakásárak itt Nyíregyházán és a környéken? 3-4%-ot mondanék én. Úgy gondolom, hogy ez az, ami most a piaci helyzetet tükrözi, tehát még mi nem tartunk ott, mint a budapesti ingatlan árnövekedés. És egy ilyen emelkedés mellett van vásárló, tehát van kereslet? Mit lát? Igen, határozottan azt látjuk, hogy mindez az áremelkedés nem igazán torpantotta meg a keresletet. A tavalyi év második fele az igazán jó volt az előző évekhez képest, és ez a tendencia, ez megmaradt még most januárban is elég. Sok keresőt tapasztalunk és találunk. Jó, akkor bontsuk tovább és konkrétizáljuk. Mondjuk itt Nyíregyházán a belvárosban egy társasházi lakás, egy téglaépítésű társasházi lakás, mert ezek szerint ez egy más kategória. Mennyibe kerül négyzetméter ára? Egy olyan 190 és 230 ezer forint körüli négyzetméter ár, ez attól függ, hogy hanyadik emeleten van, nyilvánvaló milyen felszereltség, hány négyzetméteres, mert ugye minél kisebb egy lakás a négyzetméter ára, az relatív annál, tehát növekszik, és hogy hol van, tehát elsősorban egy lakásnál a hely az egyik legmérvadóbb az ár szempontjából. Azért is mondtam, hogy belváros vagy belváros környéki. Hogyha a nagyságrendeket nézzük, mekkora lakások iránt érdeklődnek leginkább? Ugye most az otthonteremtési támogatásnál is vannak négyzetméterek behatárolva tólig, de hogyha ezt nem vesszük figyelembe, akkor mi a jellemző? Alapvetően egy olyan 55 négyzetmétertől egy 70-ig körülbelül. Az, ami ugye a normál életteret biztosítja egy átlagos kétgyermekes családnak, és valóban ezeket keresik.
az új otthonteremtési támogatásnak, illetve a tavaly életbe lépett otthonteremtési támogatásnak is van egy kritérium vagy feltételrendszere. Milyen lakásokra igényelhetők ezek a támogatások, vagy támogatott hitelek? Gondolok én arra, hogy voltak engedmények, vagy voltak lazítások az elmúlt napokban, az elmúlt hetekben lehetett már arról hallani, hogy nem kérnek energiatanúsítványt, vagy lehetséges, hogy nem fognak kérni bizonyos hitelekhez energiatanúsítványt. Aztán külön választják külterületnek és belterületnek, megnézik, hogy belterületen milyen nagyságrendű, vagy mekkora négyzetméterű ingatlant szeretne venni a vásárló. Külterületen adnak-e hitelt ugyanarra a négyzetméterre? Tehát nagyon bonyolult szabályok vannak. Mit mondaná el ezzel kapcsolatosan, ha valaki lakást keres, mindenképpen mit figyeljen meg, vagy mit nézzen meg? Hát maga a külterület az eleve egy elég rizikós pont, már a hitelezés szempontjából is alapvetően. Most, amit én olvastam azt, hogy külterületen a zártkerti belterületi ingatlanoknál fogják majd ezt a támogatást megadni. Hát normál külterületi ingatlant azt nem valószínű. Tehát nagyon sok szempontot figyelnek ilyenkor, azt, hogy lakott-e az a terület, az, hogy körülötte lévő családi házas övezetben van-e, hogy mondjuk azon a részen lakhatásszerűen élnek az emberek, vagy pedig csak kint valahol a pusztában, nyilvánvaló oda nem fognak adni, kivéve, ami valószínűleg életbe lép, hogy új tanya jellegű ingatlanra viszont igénybe vehető lesz majd ez a csok, tehát új tanya, amit most kezdenek el építeni. Tehát akkor azt is meg kell nézni, hogy hol vesz telket, vagy milyen területen szeretne építkezni az, aki ezt a bizonyos csokot igénybe akarja venni. Egyébként a telekárak hogyan alakulnak mindennek a függvényében? Első olvasat az, hogy emelkednek a telekárak is. Igen, alapvetően ez a tulajdonosoknak rögtön ez esett le, hogy úgy mondjam, hogy akkor most emeljük a telekárat, de figyelembe kell azt is venni, hogy aki igénybe kívánja venni ezeket a támogatásokat, azt önerőből kell, hogy megvegye a telket. Tehát, hogyha megemelik a telekárát, akkor lehet az önerő már nem lesz arra elég, hogy megvegye, tehát nem tudja megvenni. Tehát ez egy azért kicsit meg kellene szerintem torpancsa azt, hogy nem lehet a telkek árát olyan mértékben megemelni, mint ahogy a lakások ára emelkedett, mert önerőből kell megvenni a támogatást, csak magára a felépítményre vonatkozik. Tehát előtte kell egy telek, és utána lehet ráépítkezni, és aztán lehet igénybe venni a támogatást. És ha megemelkedik a telekár, akkor többen kiesnek abból a körből, akik egyáltalán elkezdhetnek építkezni, és igénybe vehetik ezt a támogatást. Vagy előnyben vannak azok, akiknek már megvan a telek, igen. Azért is szólnak a szakértők úgy, hogy érdemes arról gondoskodni mi hamarabb. Az új lakások vásárlásával miért érdemes kivárni viszont? Azért, mert nincsenek új lakások, például Nyíregyházán nagyon-nagyon-nagyon kevés van. Most kezdenek maguk a vállalkozók is telkeket vásárolni, és elkezdeni magát az építkezést. Tehát a új lakás vásárlásáról igazából majd szerintem a következő évben tudunk beszélni, amikorra felépülnek ezek a lakások, vagy pedig néhány évvel ezelőtti helyzethez visszatérve, hogy papírról kelnek ezek a lakások el. Tehát még nem épült meg, még nem történt semmi, de már a lakásnak van tulajdonosa. Nagy lesz rá a kereslet, mert nincs itt Nyíregyházán. Itt a megyeszékhelyen, de egyébként a nagyobb városokban is lehet látni olyan házakat, amelyek félbe maradtak az elmúlt években. Azokat nagy valószínűséggel az építetők be fogják fejezni a következő időszakban. Vidéken mi várható? Az ingatlanpiac nézi azért a kisebb városokat, illetve hát a kis településeket is. Hát ugye a kis településeken is, hát ott a telkek megvásárlásával kell ott is elkezdeni, tehát a telket, akinek van, az elkezd építkezni, és akkor ugyanúgy igénybe veheti ezeket a támogatásokat. Más kérdés, hogy mennyire akarnak az emberek majd vidéken építkezni, tehát egészen kis településen nem biztos, hogy elkezdi ezt a 10+10-es építkezést, mert hát utána ugye, hogyha értékesítése kerül a sor, egy kis településen lévő ingatlan, piaci értéke, az messze nem az lesz, mint egy Nyíregyháza vagy Nyíregyháza közelében felépült. Nem mondta, hogy mekkora árkülönbség lehet esetleg a nyíregyházi meg a vidéki lakások között? Ez hát is változó elég komoly, de igen,
a hely. Tehát minden ingatlannak első szempont az, hogy hol van. Mindegy, hogy mekkora nagy, hol van, és akkor az az árát már nagyban meghatározza. Köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk. Én is köszönöm.